szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon kellemetlen, de azzal kell kezdenem, hogy kijavítom a palit. Nem szemét. Felejtsük el ezt a kifejezést, hogy szemét. Ez hulladék, és hatalmas különbség van a két fogalom mögött megbúvó tartalomban, a hulladék érték. Ezzel egyébként le is lőttem mondandom, hogy akár ki is sétálhatnék, de kis még ezt a 9 és fél percet kitölteném valami hasznossal. Annyiban viszont a Palinak igaza van, hogy én tényleg nagyon szeretem a hulladékot. Egy húsz éves, kitartó, küzdelmes viszony a miénk, és igazából sokaknak érthetetlen, hogy mit kedvelhet egy nő egy hulladékon, ezért ezt most elmondom nektek. Én azt gondolom, hogy a hulladék az, amely sosem hazudik. A hulladék mindig igazat mond, mindig tényszerű, és nagyon-nagyon sokat elárul rólunk. Ha én bármelyik kötő kukájába belenézek, akkor nagyon sok mindent ki tudok belőle olvasni abban a pillanatban, hogy ezt megteszem. Meg tudom mondani, hogy egyedül éltek, egészségesek vagytok-e, vagy nekik, vannak kutyátok, macskátok, esetleg lelki bánatotok a sok fagyis doboztól, és azt is meg tudom nektek mondani, hogy igazat mondtatok-e akkor, amikor a legutóbbi közvéleménykutatásnál kutatásnál azt mondtuk itt mindannyian, hogy 85%-unk szelektíven gyűjti a hulladékot. Megmondom nektek őszintén, ez nem igaz, nyilván nem használnék ennél erősebb kifejezéseket, de ha majd belenézek bárkinek a kukájába, vagy belenézek a hulladéklerakokba, akkor azt látom, hogy nem teljesülnek azok a dolgok, amelyeket mi megbeszéltünk, hiszen nagyon sok olyan anyag van még mindig a hulladékunkban, ami értékként máshol is megjelenhetne. Helyezzük egy kicsit perspektívába. Egy év alatt mi így Magyarországon 3,8 millió tonna hulladékot termelünk meg. Ennek nagyon kicsi része hasznosul újra, nagyon kicsi részét tesszük oda, hova kell. És ha már azt mondtam, hogy ez szemét nem hulladék, akkor még magamat is revidálom, felejtsük el talán a hulladék kifejezést is, ugyanis a hulladék erőforrás, a hulladék érték, tekintsünk rá erőforrásként. De mi az, amiért nem működik ez az egész? Én tíz évvel ezelőtt hallottam egy jó előadást, és megmondom őszintén, ott inspirálódtam, és hoztam ahelyett, hogy elmagyaráznám, meg akarom nektek mutatni, hogy miért nem működik a hulladékgazdálkodás, viszont, mint minden a hulladékgazdálkodás is közös cselekmény, úgyhogy mi most ezt közösen fogjuk megtenni, már mindenki úgyis egy kicsit elfáradt. Az a kérésem, hogy vegyetek részt velem egy tesztben, ahol megmutatjuk, hogy működünk vagy nem működünk együtt. Ez azt kérem, hogy mindenki tegyen le mindent a kezéből, és emeljük fel a két kezünket. Ez a gyakorlat egyébként Denis Medosztól származik, aki tudja, az a fenntartható fejlődés ősatja. Remélem nem veszi rossz néven ezt ma tőlem. A következőt fogjuk tenni, kitűzünk egy marha jó célt, ez pedig az lesz, hogy most mi itt közösen, nagyon rövid időn belül megállítjuk a globális felmelegedést. Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy én lassan elszámolok háromig, akkor azt mondom, hogy taps, akkor mi együtt fogunk tapsolni, és erre a nagy tapsra megáll a globális felmelegedés, oké? Okay? Na, akkor még egyszer elmondom, hogy most még nem kell tapsolni. Azt fogom mondani, hogy egy, kettő, három. Azt mondom, hogy taps. Tapsolunk, és megállítottuk a globális felmelegedést. Akkor most élesben kérem mindenki figyeljen. Egy, kettő, három. Taps. Oké, okay. hát nézzük meg, hogy mit csináltunk, jó? Kitűztünk egy jó célt. Egyetértettünk bele, oké, nem volt lehetőségetek nem egyetérteni, de én azt, azt vettem, hogy egyetértettünk vele. Megbeszéltük, hogy hogyan fogjuk ezt végrehajtani, el is ismételtük. Majd mikor jött valaki, aki teljesen más csinált, mint amit megbeszéltünk, ti gondolkodás nélkül a tetteimet követtétek, és nem a megbeszélteket. Ez a helyzet a hulladék gazdálkodással is. Mi azt gondoljuk, hogy csináljuk, de hogy Isten igazából nem csináljuk. A pályafutásom során, ha lehet ilyet mondani, sajnos már lehet. Én nagyon sok kifogást gyűjtöttem, amitől ez nem működik, annak ellenére, hogy megbeszéltük. És ebből hoztam most egy párat. Egyébként holnap hajnali kettőig tudnék erről beszélni, hogy miért nem csináljuk ezt. A kedvencem, és akkor most cáfolnék egy párat, nagyon röviden, mert iszonyú kevés időnk van, úgy is összeöntik. Nem, nem öntik össze. Kérem, könyörgök, mindenki terjessze. Az, hogy ti mit láttok, az egy kicsit ilyen bűvészes. A hulladékos autók már szelektáltak, már belül fakkosak. Vagy a háttérben a hulladék válogató, miben sokkal pontosabban tudják gyűjteni ezeket a dolgokat, ne dőljetek bennek, ez nem jó kifogás, nem öntik össze azt, amit szelektálva kitettünk. Ez csak egy darab, hát ez is nagy kedvenc. Ez csak egy darab tévé, ez csak egy darab PET palack, ez csak egy akkumulátor, á, ez csak egy póló, most pont nem csinálom, mert most utazok, majd stb. Gondoljátok bele. Nem a kedvencem a PET palack, mert egyébként 60-70 ezer tonna kibocsátásunk van, egyébként a 3,8 millióhoz képest, tonnához képest, de hát azt azért láthatjuk, hogy ez egy nagyon látványos dolog. Ha mindenki a Földön egy nap csak egyszer gondolná azt, hogy á, de csak ez PET palack, egy darab PET palack, az 7 milliárd PET lenne egy nap alatt. Ez iszonyú sok. Minden darab számít, van is egy ilyen szlogenünk. Igenis, minden alkalommal a jó helyre kell tenni azt a hulladékot. Minek csináljam, ha más se teszi? Ez egy kedvenc kifogás, főleg mióta házhoz menő szelektív gyűjtés van, és a blokkházakba, de hát a bácsi se úgy csináljam, és a szomszéd és a portás se. Semmi baj. Benneteket ez ne befolyásoljon. Ti csináljátok jól. Én azt gondolom, hogy mindannyian csak magunkért lehetünk felelősek. És hogy az, el az előbb bemutattuk az ellenkezőjét, hogy egy rossz példa mire képes, én azt gondolom, hogy jó példa is nagyon sok mindenre képes, és előbb-utóbb. Jóska Becsés jó helyre fogja tenni a hulladékát. Nincs előre elérhető szelektív gyűjtés ott, ahol élek, ezt felkészülés közben a Pali mondta, hogy száfoljuk már meg Magyarországon, a minden településen kötelező szelektív hulladékgyűjtésnek lennie, ahol nincs, igen, utána kell menni, igen, meg kell kérdezni, igen, ez idő és energia, hát összességében egyébként, ha vásárolni megyünk, az is az. És alapvető nagy kifogás még, hogy nem szoktam meg, nem tudom megcsinálni. Most azért én egy praktikus nő vagyok, úgyhogy ezt most megcáfolnám, hogy nem szoktam megcsinálni. A szokások azok elég fura dolgok, tényleg úgy vagyunk velük, hogy így a komfortzónán kívül is hát nem tudom megcsinálni. Úgyhogy most bebizonyítjuk, hogy ez lehet. Most ez egy jó dolog lesz, és együtt megváltoztatunk közösen egy szokásunkat. Jó? Ehhez megint azt kérem, mindenki emelje fel a két kezét. Nyugi már, csak három percig beszélek, nem lesz több gyakorlat, de egy kicsit mozgunk. És most kérem, hogy mindenki fonja karba, melkas elő a kezét ha kész vagyunk, akkor nézzük meg, hogy melyik kezünk van fölül. Jó, nézzünk le. Kérem, aki jobb, kézes, jobb kéz van fölül. Oké, okay. aki bal kéz. Pazar. Gondolkodott bárki is egy másodpercig, hogy melyiket teszi fölülre? Ez egy szokás, igaz? Hát akkor most csináljuk meg máshogy. Fel a kezekkel. És fonjuk karba, de a másik legyen fölül. És én itt most mindenkit megvárok. Oké, senki nem ficánkor, rázzuk le, köszönöm szépen. Mi következik ebből? Ád egy, hát ezt meg lehet csinálni, igaz? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy igenis meg lehet másképp csinálni, mint együtt csináltuk. A második, ami következik ebből, hogy hát oké, néha egy kicsit bénácskák vagyunk, és kényelmetlenséget érzünk ezzel a dologgal kapcsolatban, de végül mindenkit bevártunk, és sikerült. És a harmadik dolog, ezt ti még nem tudjátok, de én már igen, hogy ha eleget csináljátok, ez bárhogyan menni fog nektek. Úgyhogy igenis minden szokást meg lehet változtatni. Remélem, hogy ezzel a kifogással legalább tudtunk valamit a mai napon kezdeni. És akkor, hogy valami praktikus is legyen a mai előadásomban, hogy mit tehettek, ha hazamentek ma? Hát nézzetek szembe az igazsággal, menjetek oda a mosogató alá, mert szinte mindenkinek ott van, és nyissuk ki a szemetesünket, és nézzünk bele. És nézzünk szembe az igazságunkkal, és nézzük meg, hogy tényleg jól csináljuk-e. És aztán választhatok ki csak egyetlen egy hulladékot. Nem kell, lehet a petfolack tényleg. De egyet, amiről eldöntjük, hogy szokást váltunk. És akkor azt holnaptól tényleg csináljuk másképp. És ha ez megvan, ha már nem zavar benneteket, ha már nem kell rajta gondolkodni, ha már szemet szúr, ha máshoz, más, hogy rosszul csinálja, akkor menjetek vissza az igazság tükréhez, a kukához, nyissátok ki, és csináljátok meg ezt a gyakorlatot még egyszer. Választhatok ki valami mást, és csináljátok azt is máshogy. És ha ez is kész, akkor ezt addig ismételjétek, ameddig elfogy az a hulladék, vagy legalábbis olyan minimális lesz, hogy a kukás ember nagyokat is néz, amikor elvinni a hulladékotokat. És végül, de nem utolsó sorban, lépjétek a szeretők távolába, szeressük együtt a hulladékot, mert ha ennyien együtt szeretjük a hulladékot, akkor az erőforrássá erőforrással tud válni, és ha erőforrássá tud válni, akkor én azt gondolom, hogy közösen meg tudjuk oldani azt a problémát, amit egyébként mi generáltunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok.